Az élvonalbeli Diósgyőr U23-as csapata több, a felnőtt keretben is számításba vett játékossal érkezett a Szent Imre gimnázium csarnokába. Az első negyedet egy ponttal meg is nyerték a vendégek, a folytatásban aztán helyreállt a világ rendje, a hazaiak 10 ponttal hozták a második 10 percet. A szünet után újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi kosársuli, amivel el is döntötték a mérkőzést Farkasinszky Gyuláni tanítványai. A végén így az is belefért, hogy a fiatalok a szokottnál is több lehetőséget kapjanak, a hazaiak magabiztos győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Az elejét nagyon nehezen kezdtük a mérkőzésnek, kicsit két félve is áldogáltam ott a kispad mellett, hogy mi lesz itt, de az első negyed végére azért realizálódtak a dolgok, mindenki kicsikét magára talált. Ugye azért az előző héten ez a helpupa sokat kivett belőlünk, tehát azt bárhonnan is nézzük, tehát azért az nem volt egy egyszerű. Ugye hiába kaptak a héten a lányok pihenőt, ugye hétfőn nem edzettünk pontosan ezért, hogy a hétvégére azért fittek maradhassunk. Úgy látszik, hogy még ez is kevés volt, de egy idő után realizálódtak a dolgok. Oda mentünk keményen, védekeztünk, labdát szereztünk, a helyzeteinket sikerült bedobni. A fél időre ugye megvolt már az az előny, aminek meg kellett lenni. A mérkőzésen a hazaiak egyik kulcsembere, Papp Claudia megsérült, ezért csak 18 percet töltött a pályán. Így a szokottnál is több teher hárult Farkasinszky orsolyára, aki 26 ponttal és 11 lepattanóval zárta a mérkőzést. A center szerint jó csapatmunkával sikerült pótolniuk az irányítót. A fiatalok, itt értem ez alatt a kadettkorúakat, nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, és azt, amit tőlük vártunk, azokat a dolgokat maximálisan meg tudták csinálni. Így a végén már én is leülhettem, és a kispadba szurkoltam nekik. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 11-3-as mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS a következő fordulóban a 8. helyezett Kislenke kosársuli otthonában lép pályára.